Közel 70 fő részvételével tartotta meg éves taggyűlését a II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület Galgahévízen. Csákány Lászlóné elnök helyettes megnyitója után Botos Lajos elnök vette át a szót, aki beszámolt az Egyesület elmúlt évi tevékenységéről, valamint bemutatta az új tagokat. Tájékoztatom önöket, hogy 2012-ben eleget tettünk a civil törvényben meghatározott kötelezettségünknek, és munkánkról, a gazdálkodásunkról szóló beszámolót az illetékeseknek leadtuk. Elmúlt évben szűkültek az anyagi lehetőségeink, külön köszönet az önkormányzatnak, hogy anyagilag támogatott bennünket. Munkánk során szorosan együttműködünk a polgármesteri hivatallal, a hűlődési házzal és a névfőiskolával. Aktív részt vállalunk a falu rendezvényeken, így farsang, koszorúzás, falunap, falukarácsony. Az elmúlt évben két alkalommal közös kiránduláson vettünk részt a faluban élő nyugdíjasokkal, Miskolctapolcán és Egerbe. Az egészségnevelési munka részeként a névfőiskolán már két éve szervezzük az egészséges konyha előadás sorozatot, amely havonkénti rendszerességgel működik. Erre is szívesen látnánk több nyugdíjas érdeklődőt. A Nyugdíjas Klub több mint 20 éve működik. Az egyesületi formát 2006-ban hozták létre. Azóta több pályázaton is sikerrel vettek részt, melyben az önkormányzatnak is nagy szerepe van. Hagyományőrző versenyeken rendszeresen megmérettetik magukat, valamint heti rendszerességgel találkoznak, próbálnak. Minden héten, hétfőn az 6 órakor találkozunk, az a mag, akiket járunk énekelni környék falvakba, az országon minden, ahová meghívnak bennünket, mert ugye ismerik a galgahévízi népdalokat, és azok meghívnak bennünket. És akkor el szoktunk menni az országba, nagyon sok helyre, de szoktunk versenyekre is menni, ami azt jelenti, hogy ugye egy rostálás van mindenhol, és akkor be kell jutni egész a döntőig. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 8 ilyen lépcsőt meg kell lépni, ott győzni kell ahhoz, hogy például a Kárpát-medencei döntőbe bejutottunk. Tisztelt közgyűlés, kedves vendégeink! A meghívóban szereplő napirendi pontnak megfelelően, valamint a civil törvény és végrehajtására alkotott jogszabályok figyelembevételével készült 2012 évi gazdasági és pénzügyi beszámoló adatait kívánom ismertetni önökkel. A közgyűlés egyöntetően elfogadta az elnöki és a pénzügyi beszámolót is, melyben elhangzott, hogy a 2012-es évben bár volt 207 ezer forint bevételük, a kiadásuk 316 ezer forint volt, így a 2011-es évhez képest sokkal nagyobb lett a veszteség. Az elmúlt esztendőben költöttek utazásokra, ünnepségekre, valamint blúzok készítésére is, melyben a klub hagyományőrző csapata jár fellépni, versenyezni. A gyűlésen köszöntötték a 80. életévüket betöltött tagokat is, úgy mint Lajtos Lászlóné, Hóka Istvánné, Kovács Istvánné, Bankó Ernőné, Gódor Mihály, Bankó Ernő, Szabó József és Kristóf János.
Darnyi Kantalni, a Művöldési Ház tavaly nyugdíjazott vezetője, köszönetét fejezte ki a nyugdíjas klub tagjainak, amiért hozzájárultak munkája sikeréhez. Az esten Galga Hévíz polgármestere Vanó András is jelen volt, tájékoztatta a tagokat az önkormányzat és a klub együttműködéséről. Én úgy gondolom, hogy még mindig ott tartok, ahol tavaly, hogy összefogva sok mindent el tudunk érni, és itt kell, hogy legyenek, és velünk együtt dolgozzunk tovább. Annak nagyon örülök, hogy új tagok is vannak már, és egyre többen jelentkeznek. Terve van véve, hogy a Nyugdíjas Egyesület nem csak így módon fog megújulni, hanem meg fog újulni másképp is, és jönnek emberek. Bizonyos tagozatokat és különböző szakirányú elfoglaltságokat próbálunk kitalálni önöknek, hogy ezek a rendezvények és egy havi egyszeri találkozóval végül létrejöhessenek, és tanulhassunk egymástól, taníthassák a fiatalokat. Épp ezért szeretném arra kérni önöket most is, hogy azokat a rendezvényeket, amiket most hallottak az ICA-tól, és amik majdhogy nem minden hónapba kerül, vagy a népfőiskola által, vagy az önkormányzat által, vagy éppen önök által megrendezésre, jöjjönek és látogassák őket, mert nem csak azért fontos, hogy a közösség ugye ezzel azért sokkal jobban összekovácsolódik, hanem hogy nagyon sok információt tudnánk átadni, tudnának önök átadni azoknak a fiataloknak, azoknak a fiatal családoknak, szülőknek, gyerekeknek, akik eljönnek a rendezvényre és szívesen vannak itt velünk, de hát kevesen vannak azok az okítók, akik el tudnánk mondani, hogy éppenséggel mit, mikor, hogyan lehet elkészíteni, megcsinálni, és tovább élhetőbbé tenni a környezetünkbe, és a falunk életét, és a magunk életét is. Én továbbra is kívánok önöknek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok erőt és egészséget az élethez. Nem könnyű, nem egyszerű, higgyék el nekünk sem, de próbáljuk megtenni mindazt, hogy továbbra is eleget tudjunk tenni az önök igényeinek, és tisztelettel várjuk önöket minden rendezvényen, nem csak az önök rendezvényén, és minden hétfőn a próbán, hogy egyre többen legyünk, mert rettentő sok kincs van, és az is egy színfoltja Galga Hévíznek, amikor a nyugdíjasok fel tudnak lépni. Ebbe az évben is jubilálni fogunk. A jubileumon ugye az 53-ban nyert művelődési házunknak a 60 éves évfordulója lesz, ahol biztosan el fog kelni nem csak az a segítség, amit a pávakör, vagy énekesek, vagy régi hagyományőrzők tudnak biztosítani, hanem az is, aki két kezével tudja majd ezt a rendezvényt szponzorálni, szolgálni. És egybe el kell kezdenünk ebbe az évbe, bármilyen koránnak tűnik is, ugyanis jövőre 800 éves lesz a falu. És a 800 év úgy gondolom, hogy kötelez minket egy nagyon fontos feladatra, hogy úgy ünnepeljük ezt meg, és úgy próbáljunk a 800 év után megmutatni, hogy mi hogyan kerültünk ide, és hogyan éltünk eddig, hogy majd az ősök után a jövő generációja is sokáig tudja még elmondani Galga Hévízről, hogy volt, van és lesz, és még sokáig fönn fog állni. Ehhez kívánok önöknek nagyon sok erőt, bízom benne, hogy nagyon sokszor fogunk találkozni. Az önkormányzat részéről köszönöm azt a munkát, amit egész évben tesznek látottan és láthatatlanul, és bízom benne, hogy a közeljövőben is teszik. Köszönöm szépen. A település polgármestere szerkesztőségünknek elmondta, hogy Galga Hévíz kulturális életében nagy segítség a Nyugdíjas Egyesület, hiszen több rendezvény megszervezésében és megvalósításában is aktívak, valamint kifejtette a beszédében elhangzott jövőbeli terveket is. Egy megújítás folyamán nem elég csak az, hogy hagyományőrzéssel foglalkozunk, és eltelnek a délutánok próbákkal, vagy egy ilyen évzáróval, vagy egy kirándulással, ahol fürdőzésen kívül mondjuk esetleg annak a tájegységnek a megtekintése van, hanem a magunk környezetében kéne olyakat kitalálni, visszaállítani, ami régen is volt. Egy-egy mezőgazdasági tagozatot, varró hímző tagozatot, kosárponás, régi ipar és népművészeteket tanítani gyermekeknek, közösségeknek. Tehát ez a cél, hogy a nyugdíjas klub megújításával a fenntarthatóságot erősítsük a környezetünkben. Hogyan tudja ebben az évben támogatni az önkormányzat, a Nyugdíjas Egyesületet? Az új pályáztatási rendszer alapján ugye az egyesületeknek pályázni kell az önkormányzat felé. A szokásos 100 000 forint támogatást tudjuk biztosítani. Mindemellett természetesen költségvetéstől függetlenül keressük a szponzorokat, hogy segítsék a munkájukat, és az önkormányzatnak is, ha van fennmaradó pénze, és úgy látjuk, hogy a költségvetésünk megengedi, akkor bizonyos rendezvényeket és közösségi rendezvényeket támogatunk még anyagiakban, segítségben, megrendezésben és minden egyéb olyan dologban, amivel az ő pénztárcájukat egy picit bővíteni tudjuk.
A taggyűlést követően az önkormányzat ajándékaként Leblanc Győző és párja Tóth Éva operettslágerekkel és nótákkal szórakoztatta a közönséget. A Túl az Operencián című élő kívánságműsorokban olyan ismert dallamokat idéztek fel, melyeket a közönség együtt énekelt az előadókkal. Sehol sem talál, Leblanc Győző szintén oda jár. Az asztalon egy nagyot hozott, és száz szín a bort is olatott. De mivel ezek a borok? Sörök! Nőlünk az egész csárda. Bőrg, bőrg! Tűnj, pálos, hordó hány, egy kis hordó bortba van. Hordományom,